Elárvult állomásépület Nyírbogát határában, a váróteremben a falakon és a padlón kívül semmi nem maradt. A mellette lévő illemhely sincs jobb állapotban, még ajtaja sincs a helyiségnek. Az önkormányzat önerőből többször újította fel az állomást, az újjáépítésére azonban nincs pénzük. Hamarosan mégis egy teljesen új épület fogadhatja az utasokat, orvosolva a több évtizedes problémát. Tudomásunk szerint egy új, zárt megállóhely építésére kerülhet sor a Magyar Falu program keretében. Előtte egy nyitott, fedett váróval, ami el lesz látva a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelően, wifivel, vagyonvédelemmel, és természetesen mellette egy zárt, fedett kerékpártároló megépítésére is sor kerül. Reményeink szerint ez a új megépülő vasút állomás kiszolgálja az innen induló és ide érkező utasokat. A megújuló, illetve új épületekben dinamikus utastájékoztató rendszert is kiépítenek, és a digitális eszközök, például a telefonok töltésére is lehetőség lesz. A környezetrendezés, a felesleges helyiségek, épületek hasznosítása, valamint az új állomás épületek színvilágának és külső dekorálásának tervezésében pedig az önkormányzatok véleményét is kikérik. Három kocsis személyvonat érkezik Debrecen felől, senki nem száll fel rá, rögtön indul és tovább Fehérgyarmatra. A reggel és késő délutáni órákban forgalmasabb az állomás. Sok utas véli úgy, szükség van az állomás és környezetének rendbetételére. Segítség az utasoknak, mert többet is járnának ide, hogyha ilyen rendben lenne, mint volt is rendben, de 30 éves semmi. Se WC, semmi. Hát mondtam is, hogy nem lehet leszállni a vonatról. Hosszos a vonat, bocsánat, úgyhogy nem tudok mit mondani erre. Én nagyon szépnek volt, mikor itt gyerekek voltunk, felnőttünk. Érdemes volt kijönni az állomásra, mindig meg gyönyörű volt. A miniszterelnökség a MÁV és az önkormányzatok együttműködésével megvalósuló fejlesztésre 2 milliárd forint jut a folyamatosan bővülő falu program keretében. A cél, hogy a nagyvárosoktól távolabb eső térségekben élők is hasonló minőségű szolgáltatást kapjanak a vasútállomásokon, mint a fővonalakon vagy a budapesti elővárosban utazók. Azokon a fővonalakon szerettünk volna fejleszteni, amelyet egyébként használnak a falvakban élő emberek, vagy használnának, de leromlott állapotban van az infrastruktúra, a vasútállomás épületek, illetve ezeknek a környezete, és így aztán a MÁV javaslata alapján került kiválasztásra az a körülbelül 250-260 helyszín, ahol beavatkozik a MÁV. Egyébként egészen konkrétan 13 esetben teljes vasútállomás épület rekonstrukció történik meg, 11 kis településen teljesen új állomás épület épül, és 229 olyan vasútállomás van, ahol kisebb léptékű infrastruktúrális beruházás zajlik, mint például utasvárók létesítése, vagy felújítása, vagy felett biciklitárolók, mosdók fejlesztése, vagy peronok felújítása éppenséggel. A megyében a Vajaróhódi állomás épülete és környezete újul meg, Nyírbogát mellett pedig Bashalmon és Kisvarsányban épül teljesen új állomás épület.